Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Nézzük, miről szól a mai magazinunk. 2022-ben is fejleszt Bátaszék. Németh Kálmára emlékeztek születésének 125. évfordulóján. Felsőoktatási ösztöndíj programot hirdetett az önkormányzat. Busóval találkoztak a bátaszéki gyerekek. €5 millió értékben cserélnek lámpatesteket Bátaszéken, és egy több mint 23 millió forintos járda felújítási projektre is pályázik a város. 2022-es év első testületi ülésén több fejlesztéssel kapcsolatos kérdésben is döntést hoztak a képviselők, de elfogadták azokat a költségvetési és programterveket, melyeket a település gazdasági társaságai nyújtottak be. Megtartották az év első képviselőtestületi ülését Bátaszéken, ahol a várost érintő fejlesztési és üzemeltetési kérdésekben is sikerült döntést hozni a képviselőknek. Közvilágítási lámpatesteket fogunk cserélni. Itt a szerződés aláírása néhány héten belül megtörténik, és a új lámpatestek kerülnek megrendelésre, amik most már ugye 10 éves garanciális időszakot fognak teljesíteni. A lámpatestek cseréje attól függ, ugye, hogy a mostani szállítási helyzet mikor fog tudni megoldódni, tehát a vállalkozó megrendeli ezt külföldről, és amint ez beérkezik, akkor néhány napon belül elkezdi felszerelni, és azok azokon a helyeken, ahol nem világít, vagy kevésbé világít, azok a lámpatestek lesznek kicserélve. Várhatóan 5 millió forint értékű megrendelést fogunk tudni vállalkozó felé nyújtani. A temetőbe a temető üzemeltetője jelezte, hogy az urnafal lassan betelik, így új urnafalnak az építését, kivitelezését fogjuk megrendelni a vállalkozótól. Továbbá a egyes árkok, külterületi árkoknak a kaszálásához is kapcsolódóan szerződést fogunk aláírni, hogy a csapadékvíz lefolyását itt is biztosítani lehessen a nagyobb csapadékok idején. Emellett új urnafal építését is tervezik a bátaszéki köztemetőben, és a belügyminisztérium által meghirdetett pályázatra is beadja tenderét az önkormányzat. Ez több mint 23 millió forintos bruttó értékű pályázat lesz. Itt a járda felújítás, ugye a Szent Háromság teret, illetve a Szent István teret érinti, közel 260 méter hosszban és 430 négyzetméter felületen. Nem csak a betonkő burkolat kerül kicserélésre, hanem részben a csapadékvíz elvezetés is megújításra kerül. Ehhez az önkormányzat több mint 8 millió forintos önrészt fog biztosítani. A közgyűlésen tárgyalták Bátaszék 4-es számú házi orvosi körzetének sorsát is, amit 2020. decemberében bekövetkezett haláláig dr. Sziklai Lajos címzetes főorvos töltött be. Most pályázatot írnak ki a praxis betöltésére. Bátaszékváros önkormányzatának a kötelező feladata a 4-es számú házi orvosi körzet ellátása. Ugye ezt jelenleg helyettes házi orvos biztosításával oldja meg. A körzet feladatainak ellátására tartós megoldás lenne, hogyha a pályázati felhívás keretében egy olyan házi orvos érkezne, aki állandó jelleggel ellátná a körzet feladatait. A Rákóczi Szövetség kérelmét is az első képviselőtestületi ülésen bírálta el a város vezetése. A Rákóczi Szövetség az előző évekhez hasonlóan az idei évben is egy olyan támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassák a magyar iskolaválasztási programját. A magyar iskolaválasztási programnak a célja, hogy a külhoni magyar közösségek megmaradását segítse, azzal, hogy segítséget nyújt ahhoz, hogy a magyar családok magyar nyelvű iskolákba írassák gyermekeiket, ne államnyelvű iskolákba. A bátaszéki képviselőtestület 100 000 forinttal támogatta a külhoni, elsősorban a nagysallói magyar családokat, hogy magyar iskolába járhassanak gyermekeik. Bozsolik Róbert, a település polgármestere a költségvetési tervek elfogadásáról adott tájékoztatást.
Elmondta, a köztemető működését 1 millió forinttal támogatják majd, hiszen az üzemeltetés során befolyó bevételek és a keletkezett kiadások különbözete ennyi. Áttekintettük, hogy 22-ben mit is gondolnánk még a temetőben fejlesztési feladatot végrehajtani. Szeretnénk befejezni a temető belső útját, reményeink szerint az utolsó ütemhez fogunk érni. Néhány folyóméter járdaburkolatot szeretnénk megújítani a temető főbejárata környékén, illetve a temető északi kapuját kell átépítsük annak érdekében, hogy a teherközlekedés is biztonságos legyen. Általánosságban viszont úgy értékelte a képviselőtestület, hogy a temető rendje az megfelel az elvárásoknak. Igaz, a lakosság részéről érkeztek jelzések a kapuk nyitvatartásával kapcsolatban, vagy néhány fa állagával kapcsolatban. Ezeket igyekszünk az üzemeltetőn keresztül folyamatosan orvosolni, és hát igyekszünk olyan állapotokat teremteni a temetőn belül, ami elvárható egy kisváros temetőtől 2022-ben is. Az önkormányzat gazdasági társaságainak 2022-es költségtervét is elfogadta a testület. A Bátkom Kft. Üzleti terv elfogadása kapcsán megállapítottuk, hogy a tervezés során igyekeztünk megtervezni mindazokat a személyi jellegű kiadásokat, amelyek feltétlen szükségesek ahhoz, hogy a város üzemeltetési feladatokat el tudja látni. A jóvágyat álláshelyhez biztosítottuk a megfelelő pénzügyi forrásokat, illetve úgy terveztük meg a Bátkomnak a működését, eltérően a 2021-es esztendőtől, hogy idén már minden egyes létesítménynél teljes évben gondolkodunk, nyitvatartásba gondolok én a tanúszodára, hiszen 21-ben a koronavírus miatt volt egy időszak, amikor nem működött az uszoda. Ebből adódóan mintegy 200 millió forint lesz a fő összege a Bátkom Kft.-nek. Úgy látjuk a mostani információk alapján, hogy ha és amennyiben nem történik rendkívüli helyzet, akkor ebből az összegből legalább olyan szinten tudjuk működtetni a várost, közterületeit, zöld területeit, intézményeit, mint 2021-ben. A Marketing Kft. Tekintetében is megtettük ugyanezt. Végig gondoltuk, hogy milyen feladatokat szeretnénk megvalósítani, milyen rendezvényeket szeretnénk megvalósítani 2022-ben. Kisebb vita alakult ki a bornapok kapcsán, nem a megrendezéssel kapcsolatban. Mindenki megfogalmazta, hogy igenis szükség van Bátaszéken egy ilyen ívós rendezvényre. A költségek tekintetében volt némi nézetkülönbség, hogy szabad-e egy településnek adott esetben mintegy 17 millió forintot saját forrásból biztosítani egy ilyen rendezvényre. Azt gondoljuk, hogy ez a rendezvény most már úgy kinőtte magát is, hála jó Istennek, annyi bátaszékinek és környébelinek ad találkozási lehetőséget, jó programot, kikapcsolódás, hogy ezt mindenképpen szeretnénk 22-ben is megrendezni. Természetesen a Marketing Kft.-nek nem csak rendezvényszervezési feladatai vannak, hiszen a tájházüzemeltetésen belül egyéb városi programokat is szerveznek. Ehhez biztosítottuk az üzleti terven belül a megfelelő forrásokat, mintegy 68 millió forintot fordít majd a város közművelődési feladatokra. Az üzleti tervvel együtt elfogadták a rendezvényprogramokat is. Ebben a rendezvényprogramban azokat az eseményeket elemenítettük föl, illetve neveztük meg, amelyek mondjuk hosszú évek óta zajlanak már településen, gondolunk én Majálisra, Rétes Fesztiválra, pedagógus napnak a megünneplésére, természetesen a rendezvényprogram része az állami ünnepségeknek a megtartása. És hát ebben az esztendőben testvértelepüléseinkkel is jubileumot, keret évfordulót ünneplünk. Pézikhelyi barátainkkal 30 éves lesz a testvértelepülési kapcsolat. Terveink szerint a Pünkösdi Rétes Fesztivállal együtt ünnepelnénk meg Bátaszéken ezt a jeles alkalmat. Míg felvidéki barátainkkal, Nagysalóval 25 éves lesz a testvértelepülési szerződés aláírásának kerek évfordulója. Itt pedig a bátaszéki bornapok keretében szeretnénk velük együtt ünnepelni ezt a jeles évfordulót. Nagy tervekkel indul tehát Bátaszék neki a 2022-es évnek, és bizakodnak abban, hogy meg is valósíthatják azokat. Hazatelepítőjük születésének 125. évfordulójára emlékeztek meg a főleg József falvából származó bátaszéki székelyek baráti körének tagjai. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is,
Aki kiemelte, fontos, hogy az emberek ne felejtsék el a múltjukat. Nem túlzó igazság, hogy az ő hatalmas áldozatvállalása és küzdelme nélkül ma nem beszélnénk Magyarországon bukovinai székelyektől. Megköszönjük neki, hogy hazahozott minket a számkivetettségből, megmentett a biztos pusztulástól. Proféta, apostol és népvezér különös keveréke volt. Ezt tartotta róla Csuka Zoltán író. Németh Kálmán születésének 125. évfordulójára emlékeztek Bátaszéken. Dr. Németh Kálmán kezébe vette a székelyek sorsát, irányítását és hazatelepítésük nehéz keresztjét. Ő volt az, aki elhitette a Bukovinában élő, főként Józsefvárban élő őseinkkel, hogy el kell indulni, és egy jobb haza reményében elkísérte őket, tehát az utat kitaposta, és a hatósági dolgokat elrendezte, hogy ők békében először Bácskáig, majd utána ide a Völgységig hazatérjenek. Minden évben megemlékezünk, viszont a mai időpont az, hogy 125 éves, azért valamelyest egy jubiláló év, és főleg ebben az évben ez egy érdekes egybeesés, egész pontosan minden évben érdekes egybeesés, hiszen a Nemzetpolitikai Államtitkárság Tamás Járon emlékévnek nyilvánította a 2022-t, és az érdekesség az egészben, hogy Tamás Járon is ugyanúgy 125 évvel ezelőtt született. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta, gyerekkorában ő is sokat hallott a jótevő papról. A nagymamám ugye józsefalvi volt, édesanyám anyja is, így minden nap, ha akartam, ha nem, én végighallgattam ugyanazokat a történeteket, mint az itt állók a saját szüleitől, nagyszüleitől. Dr. Németh Kálmán pontosan 125 esztendővel ezelőtt született meg Szamosújváron, Erdélyben, szülei részben kunok, részben pedig erdélyi származásúak voltak, és egész életében valahogy úgy alakult, hogy a bukovinai székelyekkel, a székelyek sorsával kötötte össze az ő életét is. Ferences szerzetesként tanult, illetve utána pedig plébánosként került ki 1932-be Bukovinába, és kapta meg Józsefalvának a plébánia hivatalát, illetve ennek a népnek a szolgálatát kezdte el. És nagyon gyorsan nem csak a józsefalviak, hanem gyakorlatilag az összes többi magyar falunak a vezetőjévé vált, a papoknak és az egyszerű embereknek egyaránt. Józsefalvából, egy kicsiny faluból, ahol a magyarság lélekszáma talán el sem érte a 200-at, nagyon gyorsan egy virágzó mintafalut teremtett, ahol felújította a templomot, a plébániai hivatalt, az iskolát, vadaskertet alapított, halastavat hozott létre. Tehát egy olyan szép kis falut varázsolt abból a faluból, amit addig az ottaniak el se tudtak képzelni. Tehát sajnos a sors úgy akarta, hogy sokáig a magyarság már nem maradjon ott, és ezért ő volt az első, vagy ő volt az az ember, aki a hazatelepítést megszervezte, illetve mindvégig a magyarságban ápolta azt a tudatot, hogy haza kell jönni, hiszen az ottani magyarság a román uralom miatt gyakorlatilag életképtelenné vált, illetve hosszú távra megkérdőjeleződött az ottani magyarságnak a sorsa, és ezért politikai kapcsolatainak is köszönhetően már 1940-ben, aztán 41-ben pedig mindent latba véve megkezdődött az ottani magyaroknak a visszahozatala Magyarországra. Először a Bácskába, ugye, mert 41-ben felszabadult a Bácska, és később pedig ide a Dunántúra. A józsefalviak nagy része Németh Kálmánnal együtt is Bátaszéken telepedett le. Bár ő itt akkor nem kaphatott plébániát, Mórágyon szolgált tovább, de mindvégig az ő népét szolgálta. Sajnos a politika úgy fordult, hogy a kommunista befolyás miatt az ő sorsait ellehetetlenült, és ezért 1947-ben el kellett hagynia a Magyarországot, 66-ban halt meg Amerikába.
Az itteni magyaroknak azonban mindvégig a fejében volt a papjuknak a sorsa, és az, hogy valahogyan haza kellene őt hozni Magyarországra, újra kellene temetni. 2000-es évek elején kezdődött meg egy olyan népmozgalom, ami élére a Székely Szövetség állt, Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, és ennek köszönhetően, egy gyűjtésnek köszönhetően, ahova nagyon sokat adtak amerikai és kanadai bukovinai székely családok is, meg itt is sokan adtuk a pénzt, és sikerült 2005-ben hazahozni a hamvait, illetve újra temetni, és Bátaszéken a nagymamája mellett, ahogy ő is mindig akarta, ott lelt végső nyughelyet, nyugvóhelyet. A város könyvtárának falán egy márványtábla őrzi az emlékét, ahol a bátaszéki székelyek baráti körének tagjai minden évben lerólják tiszteletüket. Mindig számon tartották a papjukat, és mindig is megemlékeztek rá, és ez egy nagyon szép dolog, hogy az itteni emberek nem felejtik el a múltjukat, ragaszkodnak hozzá már úgy is, hogy gyakorlatilag a mai élőknek a szülei vagy a nagyszülei születtek vagy éltek Bukovinába, de számunkra, az identitásunk számára ez egy fontos dolog. Felsőoktatási ösztöndíj programot hirdetett Bátaszékváros önkormányzata a településen lakó 30 év alatti egyetemen vagy főiskolán tanuló diákok részére, mellyel 5 hónapon keresztül havi 10 vagy 20 ezer forintos támogatást kaphatnak a várostól. Az ösztöndíjra február 10-ig lehet pályázni. Megéri jól tanulni annak, aki bátaszékiként egyetemre vagy főiskolára jár. A város ugyanis ösztöndíj programot hirdetett a felsőoktatásban résztvevőknek. December hónapban döntött a képviselőtestület arról, hogy önkormányzati saját forrásból elindítunk egy felsőoktatási ösztöndíj pályázatot, annak érdekében, hogy ne csak szociális alapon nyújtsunk támogatást azoknak a bátaszéki fiataloknak, akik főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytatják, hanem próbáljuk őket ösztönözni kicsit jobb eredményekre, hiszen az ösztöndíj pályázat tanulmányi eredményhez köthető. Várjuk mindazoknak a fiataloknak a pályázatát, akik legalább 3,8-es kreditátlaggal rendelkeznek. A pályázati kiírás alapján most első alkalommal február 10-ig lehet benyújtani az ösztöndíj pályázatot. A pályázati kiírás melléklete egy adatlap, amit kérünk a fiataloktól, hogy töltsenek ki. Mellékelniük kell gyakorlatilag a következő fél évre történő beiratkozásukról szóló hivatalos tanulmányi osztály által igazolt igazolást, illetve nyomtatványt, illetve mellékelniük kell a jelenleg még zajló vizsgaidőszak lezárását követően kiállított kredit átlagról szóló igazolást. Ha ezek rendelkezésre állnak, alapvetően is a tanulmányi eredményei alapján legalább a 3,8-es kredit átlagot elérik, attól függően, hogy főiskolai vagy egyetemi képzésben, osztott vagy osztatlan képzésben, vagy mesterképzésben részesülnek, 10 000 forinttól adott esetben 20 000 forintig terjedően havi ösztöndíjban részesülhet jelen pillanatban 5 hónapon keresztül. Mindezek mellett az pályázhat, aki legalább egy éve rendelkezik állandó bátaszéki lakcímmel, és még nem töltötte be a 30. életévét. A képviselőtestület a keretösszeget ebben az esztendőben 1,5 millió forintban határozta meg, amit erre felkívánunk használni, de természetesen ez felülről nyitott. Nagyon-nagyon örülnénk, hogyha minél többen igénybe tudnák venni ezt a lehetőséget, és minél többen kimagasló tanulmányi eredménnyel tudnák elvégezni főiskolai és egyetemi tanulmányainkat. Reméljük, hogy sokan pályáznak, bár egy kicsit szkeptikusak vagyunk, hiszen a Burza Hungarika ösztöndíjra mindösszesen 12-en adták be a pályázatukat az elmúlt időszakban. Reméljük, hogy ez az ösztöndíj pályázat azért kedvet ad a fiataloknak, egyrészt egy kicsit elszántabb tanulásra adott esetben, másrészt, hogy igenis éljenek ezzel a lehetőséggel, és vegyék igénybe az önkormányzatnak ezt a fajta segítséget. Következő alkalom, amikor benyújthatják majd a pályázatukat, az szeptember lesz, hiszen mindig a vizsgaidőszakot követő következő fél évre szeretnénk ezt a támogatást számukra biztosítani. Ezzel is jelezve, hogy az önkormányzat
számít a fiataljaira. Bízunk abban, hogy ezzel az ösztöndíjjal is egy kicsit a városhoz való kötődést is tudjuk erősíteni, és ha is amennyiben az életük úgy alakul, hogy Bátaszéken megtalálják a számításukat, bízunk benne, hogy a tudásukat azt a kisvárosunk fejlődése érdekében majd kamatoztatni tudják. A polgármester elmondta, aki az elhangzott feltételeknek megfelel és beadja pályázatát, annak alanyi jogon jár az önkormányzat támogatása. Farsangi kézműves délután szerveztek a bátaszéki művelődési házban. A foglalkozáson kicsik és nagyok búsó állarcokat készíthettek, ki a saját fantáziájára bízva rajzolhatta és díszíthette ki a farsangi maszkot. Az eseményen a kézműveskedés mellett a gyerekek igazi busókkal is találkozhattak, akik meséltek nekik a téltemető mohácsi hagyományról. Készülnek a busó állarcok a Bátaszéki Művelődési Házban szervezett kézműves délutánon. Kicsik és nagyok vettek részt a foglalkozáson, ahol minden kellék adott volt ahhoz, hogy igazi rémisztő farsangi állarcot készítsenek maguknak a résztvevők. De nem csak maszkot készíthettek a gyerekek, hanem egy igazi busóval is találkozhattak, és a télűző hagyomány történetét is megismerhették. A busójárás egy tavaszváró téltemető népszokás, a Mohácson élő sokacok dramatikus néphagyománya, ami 2012 óta Hungarikumnak számít. Cséplő Balázs, aki évek óta részt vesz a mohácsi maszkos alakoskodáson, jött el és mutatta meg a jelenlévő gyerekeknek, hogy milyen egy igazi busójelmez. Gyerekkorom óta gyómóka, úgyhogy, de sajnos nem tudtam öltözni régebben, mert hát, de amikor sikerült összeszedni a saját felszerelésemet, saját magamnak elkészítettem, amit nem sikerült úgy beszerezni, és hát most már régóta, nagyon régóta. A farsangi időszakban a szervezők úgy gondolták, hogy a farsangolás egy másik arcát is megmutatják a gyerekeknek. Így esett a választás a busó állarc készítésére és az ehhez kapcsolódó hagyományok megismertetéséhez. Farsang alkalmából arra gondoltunk, hogy busó állarcokat készítünk a gyerekekkel, vagy készítetünk a gyerekekkel. És az ötlet az volt, kutakodva egyébként az interneten és a különböző kézműves katalógusokban és könyvekben, hogy a busó állarcnak az alapja az egy papírzacskó, egy óriási nagy papírzacskó, és dekorgumi, színes kartonok, különböző batikolt papírok, rafia és egyebek segítségével, szalagok segítségével. Mindenki olyan busó állarcot készíthet magának, amilyen a fantáziájából telik, vagy éppenséggel, hát nyilván a kreativitásától függően, amilyet ő el tud készíteni. Mintákat hoztunk, illetve mohácsi nagyon kedves barátokat és ismerősöket kértünk el meg, igazi busókat, hogy jöjjenek el és segítsenek a gyerekeknek egy kicsikét ráhangolódni, és ez azt hiszem, hogy elég jól sikerült, és azon kívül még nagyon hangos is volt. De nem csak állarckészítés volt a kézműves foglalkozáson. Hát a busók műsora, vagy ők mutatkoztak be, illetve mutatták meg, hogy milyenek a busók, és igazából ez volt a meglepetés, de a fő attrakció az a busó állarckészítése volt. 20 gyerkőc, illetve anyukák, apukák, nagyszülők jöttek el, kísérték el a gyerekeket, és érezték magukat jól. Szerintem legalábbis minden ezt mutatja az elmúlt másfél órában itt a művelődési házban. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan a művelődési házban mindig tartanak tematikus kézműves foglalkozásokat. Ezekre van, hogy kismesterségek, oktatóit vagy népi iparművészeket kérünk föl, és van, amikor mi magunk oldjuk meg egyébként ezt a feladatot, hiszen a szervező kollégák is rendelkeznek egyébként annyi ötlettel, hogy ezt mi magunk is meg tudjuk csinálni. Most ez történt, annyival egészítettük ki, hogy hát Mohácsról hoztunk vagy kértünk föl busókat. A Mohács környékére betelepült balkáni eredetű sokacok hozták magukkal a népszokást, amely aztán itt a magyar kultúrkörben formálódott tovább. Habár nincs történelmi alapja, kapcsolódik a busójáráshoz egy népi monda is, amely szerint a török hódítók elől a dunai mocsárvilágba, a karapancsa mocsarába menekült őslakos sokacok, megelégelve a török elnyomást, ijesztő vérrel festett faállarcokba és birkabőrbe öltözve, a maguk készítette zajkeltő eszközökkel, csónakokkal átkelve a Dunán az éjleple alatt, elzavarták Mohácsról a törököket, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból. Idén február 24-e és március 1-e között rendezik meg Mohácson a busójárást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!